vagy? De örülök, hogy látlak! Jaj, én is nagyon örülök, hogy látlak! Elnézést, önök barátok? Igen. Jaj, Artúr! Hogy jutott eszedbe a toronyórában aludni? Lemegyek és elmondom! Jó. Nekem sürgős dolgom van, sürgős! Várj! Most már biztosan nem fog bántani. Pompom az egész mese folyamán végigkíséri a történetet, minden esetben segítő a darabban, aki segít a madaraknak, segít a különböző szereplőknek, és az esemény előre gördítője. És pozitív szereplő így ezáltal. Én magam is ismerem valóban belőle a történetből készült rajzfilmet is, és egy nagyon kedves, alkalmazkodó, különböző formákban megjelenő lény. Itt vagyok, kihívott, kikeresett, ding, valakinek szüksége van rám, ding. Én hívtalak, én kerestelek. Mit pittegsz, Pattogszi? És miért nem vagy a munkahelyeden, a toronyórában? Reggel jött egy kövér madár, és engem páros lábbal kirúgott onnan. Egy kövér madár? Bizony. Egy dagat? Bizony. De hiszen az csak is Gombóc Artúr lehetett. Amit most eljátszottak, azt nem, de igazából ismerem a Pompont. És Csukás Istvánt esetleg? Azt nem. Nagyon ötletes ennyi figurát kitalálni, és egy ilyen, tehát egy kerek egész történettel összerakni, egy ilyen színes világot, az íróra val. Ne haragudj, kedves Pompom, de ez az egyén folyton piteg patok. Nem lehet tőle rendesen aludni. Jaj, hát órarugó gerinci felpattanónak ez a dolga. Ez nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen. Valami más megoldás után kell néz. Aj, jó. Ne haragudj, kedves órarugó gerincű felpattanó. Kérlek, fáradj vissza a munkahelyedre. Biztos. Biztos. Köszönöm. Most pedig rohanok, mert nagyon sok időt kell még behoznom. Ding. Amikor édesanyám meghallotta, hogy ezt a szerepet megkaptam, hát elképesztően boldog volt, és meg is nézett benne. Ugye hát nyilván ő mesélte nekem ezeket a történeteket, énekeltük este az ágyban elalvás előtt, úgyhogy hát ez szerintem mindenkinek egy óriási élmény, egy olyan szerepet játszani, amit kiskorában még olvastak neki. Hogy milyen volt? Szörnyű. És megszólítottad Priscillát? Hogy megszólítottam-e? Nem megy ez nekem. És vajon hol lehet ő? Jaj, rossz hírem van. Lesből támadó ruhaszárító kötél elfogta, és eladta a madárkereskedőnek. Elfogta? Igen. Eladta? Igen. Ez szörnyű. Szörnyű. Ez 2004-ben készült ez a produkció, tehát azért nem mai csirke, és hosszasan gondolkoztunk a dramaturggal, hogy lehetne minél több szereplőt, meg minél több történetet, apró történetet belerakni egy konkrét előadás változatba, és rájöttünk, hogy úgy fűzzük össze a történeteket, hogy minél változatosabb és minél többféle figurát meg tudjunk mutatni, sőt, még írtunk is bele egyet, Csukás István beleegyezésével, hogy morfogtunk azon, morfondíroztunk, hogy ez az Artúrnak ez az utazása, ez olyan furi, hogy miért is utazik ő? És hogy legyen ennek valami motivációs ereje, és hát legyen egy szerelme. És ez a figura, ez nincs az eredetibe, Priscilla, aki miatt ugye utazik Afrikába, és vízen, levegőben, mindenhol. Hogyan szabadíthatnál ki? Gyere csak közelebb, látod itt ezt a kallancsút? Igen. Akkor mire vársz? Húzd el! Igen. Gyorsan! Várjál! Jaj! Hopp! Ez az! Köszönöm! Hát te milyen nagy hős vagy! És mivel hálálhatnám ezt meg?
Már régóta szerettem volna megkérdezni, hogy raknál-e fészket velem? Fészket veled? Vagyis, hogy úgy értem, hogy lennél-e a párom? Hát, ne haragudj, Artur, hogy is mondjam, hát tudod, én nem ilyen duci férjet képzeltem el magamnak, de ne aggódj, barátok azért még lehetünk. Nyilván az én generációmnak ugye egészen más jelent, mint most a piciknek, de hogyha előjönnek a gyerekek és megnéznek egy csukás mesejátékot, akkor biztos olyan élményekkel gazdagodnak, hogy ők is beépítik a kis személyiségükbe, olyan varázslatos meseneveket talál ki, helyzeteket. Szóval egészen fantasztikus. Most ugye ez egy vendégprodukció, amit most láthattatok, egy báb előadás volt a pompomról. Mi is egy csukás darabbal készülünk az ifjúsági blogban, ez a kemény kalap és krumplior. Mindent eltüntetek, nincsen ebben semmi rossz. Letörlök a föld színéről mindent, amit akarok, mert azonom nagyon viszket, kaparok és vakarok. Ha akarom, lukat fúrok, átfúrva a föld golyó. Túrondalom, kipottyanok, mint tüvegből a dugó. Addig is itt radírozok, fürge orrom nem pihen. Nincsen nálam gyorsabb radír, egyezünk meg ennyiben. Orrom, dörzsöly, fürgén, kaparva karradírozz. Mindent eltüntetek, nincsen ebben semmi rossz. Szabad vagyok!